Elvileg Magyarországon beindult január 1-én a visszaváltási rendszer, illetve az aludobozoknak a visszaváltásnak a lehetősége, meg annak kötelezettsége. Ezeken a palackokon még nem voltak piktogramok. Január 1-től kell a gyártóknak újra címkézni őket. Vigyél vissza 50 forint. Ez lesz a felirat. A palackok emellett új vonalkódot is kapnak. Amikor ezt levesszük a polcról, látjuk a termékárat, látjuk az információt, hogy betétdíjas termékről van szó, azaz a termék árán felül 50 forintot ki kell fizetnünk a... Na most, itt vagyunk per pillanat februárban, 2024-ben, tehát nagyon bőven elmúlt már a január, és hol tartunk? Nem mondom nektek. A napvilágot látott csomó hír ezzel kapcsolatban, hogy még mindig nem akar működni úgy visszaváltási rendszer, ahogy kéne. Ugyanis Magyarországon egyáltalán nincsen olyan betétdíjas petpalack, illetve aludobozos italok, amely mindenfajta speciális jelzéssel vannak ellátva, vagy esetleg olyan vonalkóddal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a visszaváltását, ugyanis a most forgalmazott petpalackok, illetve aludobozóknak a visszaváltatóságuk gyakorlatilag még nem lehetséges a regisztráció hiányuk miatt. Mindig nem működik úgy a visszaváltós rendszer, ahogy kell. Szerencsére nem évültek el azok a bizonyos felvételek, amiket készítettem Szlovákiában. Itt ez a tutti csúzós Magyarország egyik tutti futtízű itala. Láthatjátok ezt a piktogramot, Zalováne, ami azt jelenti, hogy bizony-bizony ezt Szlovákiában vissza lehet váltani. Nem úgy, mint Magyarországon, hiszen kell olyan speciális jelzés rajta, amely a magyarországi visszaváltó automatáknál is visszaválthatóvá válik. Ez a csodálatos, tutti csúzós alu csomagolás. Ugyanis ott 2022 óta már ott eléggé jól működik az a bizonyos visszaváltási betétdíjas rendszer, amely majdnem szinte minden egyes ott forgalmazott bet, illetve aludobozos italok visszaváltási lehetőségét, adnak kötelezettségét lehetővé teszik. Magyarországon számos olyan termék van forgalomban, olyan aludobozos, illetve petpalackos italok, amely csak is kizárólag Szlovákiában lehet visszaváltani, hiába van rajta az a Z jelölés rajta, ez csak is kizárólag Szlovákiába érvényes az a visszaváltási mi volta. Én jól magam elindultam vonattal Esztergomba ahhoz, hogy tudjak oda menni Esztergomból Párkányba, vagyis szlovák területre megyek, azért, hogy megmutathassam nektek azt, hogy hogyan működik az ottani visszaváltási rendszer, amely országszerte működik, egy csomó, rengeteg visszaváltási pont. Na most, itt vagyok én Párkányban, és megyek szépen a Billába, elvileg, legalábbis a térkép szerint Lidlön kívül csak ez van. Mutatnám nektek a címkéket, a mindenséget, hogy miféle árak vannak. Szerintem nem lesz hű, de bonyolult művelet az árak váltogatása. Tessék! Azt hiszik, hogy én helyi vagyok. Semmi közöm. Annyi a Párkányhoz azon kívül, hogy csak ide járok. Pont! Na most nem mondok hülyeséget. Tényleg, itt vagyok Párkányom. Itt van a nagy zarándok helyünk. És magyarul is van kiírva, látjátok? Nem úgy emlékszem, hogy így nézett ki az egész dolog. Hát azt az egész folyamatot még annyi azért nem fejeztem be. Na ez a vonal akkor nem lesz annyira érvényes, úgy ahogy van. Szóval ezt be kell majd váltani. Fú, mikor, hol voltam utoljára? Melyik Billába voltam? Nézzük meg szépen az árakat. Ott a Zalo, ha? 0,15 euró. Az a visszaváltós ár. Nem írja ki világosan, hogy az árban bele van építve a betétdíj, vagy pedig a kasszánál fogják azt a 4 eurót hozzáadni. Ilyen az árcímkék úgy, ahogy van. Most egy Radlernek a zárat próbálom kiszemelni. Ott van, né? Hát, de visszaváltható. Na jó kérdés, hogy milyen lesz az árképzés. Köszönöm szépen. Na tehát az árképzés az úgy van, hogy itt van az 59 eurócentes eredeti ár, és hozzáadták ezt a
15 eurócentes plusz díjat, ami az lenne már a betétdíj, tehát, hogy ezt visszakaphassuk, hát bizonyára ezt meg kell inni is. Szépen ezt megcsináljuk, ezt a dolgot, megisszuk ezt a rádlert. És hát akkor, amikor voltam itt dolgozni Szlovákiában, akkor konkrétan az volt, hogy legelőször nem adtak hozzá plusz díjat, de már nem már tényleg hozzáadták azt a betétdíjas árat. Nem rossz. Jó, hogy kipróbáltam előttetek, hogy ez, hogy is van ez már. Mindjárt beledobom. Nem rossz. Dobjuk bele ezt. Hát magyar, nem lehet magyar nyelve beállítani a dolgot. Legyen angol nyelvű a felület. Egy PET palasz vagy italos doboz, 4 euró. Nem tartom fel ezt. Ezt is a V-plazma centrumtól kaptam. Egy oda menetel oda. Azt mondja, hogy azért más 90 eurócentnél tartunk, és ennyi kifogyott a szufla. Ne! Kaptam pluszba 90 eurócentet! De jó! Na, kapunk az egész mutatvány után, és azon lehet ezeket a beváltani valókat beváltani, ahol leadtuk ezeket a flaskákat, meg a mindenséget. Bocsánat, én kaphatnék készpénzt ezeket. Köszönöm szépen. Na, itt van. 1 euró 5 cent. Még van olyan hely is, ugyanolyan visszaváltós helyek, ahol egy rekesz sört, az egész minden egyes üveggel együtt, és úgy szintén visszaadhatjuk. Nem tudom, hogy ez ingyenes, vagy kapunk vissza valamit abból az árból, amit ugye a sörös üvegek, vannak ilyen rekeszt leadó. Kaptam 680 forintot a 3 euró után. Pénzváltó, nem fogad el mindegyik érmét, csak 50 eurócentest, 1-es meg 2-es eurót. Azt akkor illett ez az egész végeredmény, ahogy. Nézzük. Egy kis díszítő elem. Meg 2 darab Tesco-s kosár. Hogyan varázsolódott elő ez a 2 darab Tesco-s kosár? Itt a budaörsi vonatállomáson. Mik vannak itt, kérem?